Egy hónapra állnak le a bíróságok jövő hét 2-től Tolna megyében. Ez nem újszerű dolog, hosszú évek óta tartanak ítélkezési szünetet a nyári időszakban. A régi nevükön panasznapokat, vagy ahogy mostanában hívják, ügyfélsegítő napokat, ebben a néhány hétben csak a szekszárdi járásbíróságon tartják meg. Szerdai napokon van ez az ügyfélsegítő nap, reggel 8-tól délig, illetve 13-tól 16 óráig tart ez a panasznap. Az ügyeleti rendszerben működnek a bíróságok a törvénykezési szünetben, azaz minden ügyben a határidők folynak, ezeknek az ügyintézése történik. Vagyis kizárólag tárgyalásokat nem tartanak. Ez alól kivételt jelentenek a munkaügyi perek, és például azok a tárgyalások, amiken a letartóztatásokról döntenek. Az ítélkezési szünet a szekszárdi törvényszéket, a szekszárdi, a bonyhádi, a dombovári, a paksi és a tamási járásbíróságokat érinti.